A szeptember-októberi időszakban 4000 hrivnya egyszeri kifizetést kaphatnak azok a kárpátaljaiak, akik menekülteket fogadnak be otthonukba. A megyei költségvetésből egyszer 4000 hrivnya összegű anyagi támogatást kapnak azok a kárpátaljai háztartások, amelyek két vagy annál több belföldi áttelepült szemét fogadnak be nem kevesebb, mint 30 napra. Ehhez a vendéglátónak kérvénnyel kell fordulnia a lakhely szerinti kistérség végrehajtó szervéhez. A támogatási kérvényt a megyei katonai közigazgatás vezetője vagy valamelyik helyettese nevére kell címezni, és mellékelni kell a szükséges okmányokat is. Az ungvári lakosok esetében fel kell keresni a városházát, azon belül pedig a 105-ös számú irodát. A támogatás igényléséhez a következő iratokat kell benyújtani. Személyigazolvány és adóazonosítás. Szám eredeti példányát és másolatát, az ingatlan tulajdonjogára vonatkozó iratokat, a befogadott belföldi áttelepült személyek igazolásainak másolatát, valamint bankszámlaszámot, amelyre a támogatás összegét fogják majd utalni. Hát akkor bankiszki rekvizite, kudé perrahovate kost. A megyei hatóságok a legtöbb kérelemre magánszemélyek részéről számítanak. Reményeik szerint a közel 356 ezer háztartás legalább 10%-a fog majd menekülteket befogadni. Az elmúlt héten több mint 12 ezeren érkeztek belső ukrajnai régiókból a megyénkbe. Többségük csak átutazóként érintette a vidéket, de közülük több ezeren is nálunk maradhatnak a téli időszakra. Mivel számos polgárunk elveszítette az otthonát, vagy most is az aktív harci cselekmények övezetében tartózkodik, és a lehűléssel a nyugati megyékbe, így Kárpátaljára fognak áttelepülni, kidolgoztuk ezt a programot, ami lehetővé teszi, hogy megnöveljük a régión befogadó képességét, és azokat is segítsük, akik hozzánk menekülnek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Kárpátalján is sokan elveszítették a munkájukat, így számukra is ez egyfajta segítség lesz a téli időszakban. A támogatási program egyelőre 2 hónapra lett kidolgozva, de szükség esetén további módosításokat eszközölhetnek benne. A megye vezetése szerint elegendő anyagi forrás áll rendelkezésre a további finanszírozáshoz. Minden igénylő meg fogja kapni a kifizetést, ugyanis közel 4000 háztartásra számítottunk, akik áttelepülteket fogadnának be. Eddig átlagosan havi 3,5 ezer háztartás fogadott be menekülteket. Reményeink szerint ez a szám növekedni fog, és így a téli időszakra közel 50 ezer menekültnek tudunk szállást biztosítani. Az összeg, amit erre a célra elkülönítettünk, 10 millió hrivnya, de ezt módosítani is tudjuk, ami nem okoz gondot. A megyei közigazgatási hivatalnál arra is emlékeztetik a lakosságot, hogy októbertől megkétszereződik az állam által biztosított 450 hrivnyás támogatás is, amit egy-egy befogadott áttelepült után kaphat egy háztartás. Ezen kívül a menekültek ellátásába több jótékonysági szervezetet és külföldi támogatót is bevontak, és készülnek a felújított szociális lakások is.